kedves édesanyám, gondolom. Anyátok, mert megszoktok már köszöntetet mondani az édesanyámnak. De vajon gondolunk-e arra, hogy az néhány szál világ, amelyet átadunk, mi mindent fejez ki még a tiszteletelésünknek? Mit jelent pontosan az a gondolat, hogy világot a világnak? Titka minden férfi tudja, érzi, hogy a nő, az édesanyám olyan, mint a világ. De nem csupán azért, mert a világ szívbe azért lenne szerelmüket, szívségüket, tisztaságokat, hűségüket és nemes egyszerűségüket, hanem azért is, mert ő általuk és ő velük telítődik lélekkel a világot. Az édesanyja nem csak láthatatlanul és szegélytelen gondozzák válokon mindannyiunk lelki terheit, de megteremtik azt a melegséget, otthont, elfogadást, befogadást, ami nélkül idegézi otthon nélkül, mi pedig ebben a világban hajléktalanná válunk. De még ennél is többet tesznek, beleoltják az anyaság, a tapintat és az alázat női meleg színét, állatlan odaadó lelkületét a világban. És anyaságokkal tevékeny részesei teremtésnek, képesek arra, amire egyetlen férfi sem, életet adni, megteremteni az anyagi és szellemi lényeg egységét. Az ő létük is olyan, mint a virági, híd vagy kapu. Bennünk és általunk valóban összeér a föld és az ég. Csak az az édesanyja tudja, aki már ringatta a szívbe alatt azt a kis életet, hogy nincs valódi öröm a gyermeknél, nincs igazi boldogság az anyaságnál. Kedves édesanyja és nagymamák, az anyád napja nem szabad csupán csak egy önfeledt ünnapnak legyen az évben, amely szálvirág és pár szép gondolat után könnyű lépteket összeszük magunknak. Az anyád napja egész évben kötelességet volna feladatodat. Például azt, hogy megint olyan faluja legyen, ahol jó gyermeknek lenni, jó gyermeket válni, és jó anyának lenni. Településünk azon a falva közé tartozik, akkor kezébe vették a sorsok irányítását. Éppen ezért az édesanyáknak, és főleg a nagymamáknak is akad feladat. Beszélgessenek a fiatalokkal, beszélgessenek többet a családról, az anyaságon gyermekeikkel, unokájukkal. Isten áld az édesanyáknak és nagymamáknak. A két műsorszámmal, a biciknek és a táncunkat, gondolom ez alatt szeressük volna az anyák napi hangulatot megalapozni. És nem utolsó sorban a picik számára a legjobb a műsor elején, legküzdhetünk város izgalmunkat. Számomra a legnagyobb öröm az életben, hogy édesanyja lehetek, és a sors még azzal is megajándékozott, hogy ennyi mosolygós szemű kisgyereknek a pótmamája is lehetek. Kedves anyukák, nagymamák, nem kívánok néktek aranyat éketen, csak szép, napsugaras, mosolygos életet. A gyermekekben legyen örömetek, az Isten áldása maradjon veletek. És most előttem pedig fogadják szeretettel az isokat.
hogy boldog vagyok nagyon, szívből kívánom, mindig vidám légy szép, fiatal nekem a legjobb vagyok ezen a világon. Thank you.
Mondjátok, hogy könnyeit meg.
megszületnek minden gyermekkel, megöletnek minden halottal, harmadnak a föltámadjon minden életet. Adosség nekik